Tulajdonképpen Zalaszent Balázs gesztorságával a terület és település fejlesztési operatív program keretében pályáztunk a helyi identitás és kohézió erősítése címet viselő pályázatra is. Hát szerencsére sikeres volt, és 45 milliót meghaladó összeget nyertünk közösen, ami tulajdonképpen programok bonyolítására, a helyi közösség fejlesztésére, összefogására kaptuk, illetve a programjainkat is úgy alakítottuk ki, hogy ezt tulajdonképpen motiválja, hogy minél szélesebb körbe, tehát a gyerekektől az időskorig lehetőség szerint mindenki részt tudjon venni. Mi a projektnek a fő célja, gondolom így a közösség szempontjából? Igen, hát a közösségépítés. Ugye az elmúlt 2 év a pandémia miatt nem volt kimondottan célra vezető ennek az elképzelésnek, tehát ugye sok esetben zárva voltak az intézmények, és most próbáljuk, és ezért kicsit erőltetett menetben minden hétre, majd hogy nem esik egy-egy program, hanem nálunk akkor a gesztor településnél, Zalaszent Balázson. Tehát lényeg az, hogy a meglévő közösségeket még szélesítsük, illetve újakat hozunk létre. Tehát több más a programon kívül is, ugye volt a Mézeskalács szakkör, ami szintén egy csoportot összehozott, és nagyon jól működtek. Legmesszebben őkig tudom őket dicsérni. De itt is, tehát a gyermeknap nagyon népszerű, ugye az egy tematikus gyermekeknek, szülőknek szóló történet. A falunap egy szélesebb skálán mozog, ott a legkisebbtől a legidősebbig kell programokat találni, és hát igyekszünk lehetőség szerint mindenki megtalálja neki számára fontos vagy kedvező programot. Nagyon fontos, hogy ez a közösség hozzájárult ehhez a kiállításhoz. A Turi György Múzeumban Dr. Kerecsényi Edit kezdte meg azt a gyűjtést, amely tulajdonképpen összegyűjtötte a múzeum gyűjtőterületéhez tartozó összes falunak a legfontosabb adatait. És ezek közé tartozott Magyar Szerdahely is, úgyhogy a falu történetét 6 rollapon jeleníti meg a kiállítás, ebből 2 a régészeti múltat mutatja be, a Magyar Szerdahelyi Kelta temető leleteit és feltárását, 3 a falu történetét emeli ki, és 3 a falu története és 1 a néprajzi rész, tehát bocsánat, akkor 5 rollább foglalja össze a falunak a történetét, és ezeket az adatokat erre az alkalomra azért fölfrissítettük, hiszen a múzeum adattárában találhatóak ezek minden falura vonatkozó adatok, és ezt foglaltuk össze, és egy elfogadható formába öntöttük a rólapokon keresztül, amire ez a pályázat nyújtott lehetőséget. Ezen kívül a másik nagyon fontos része volt a kiállításnak a helytörténeti gyűjtés, amely anyagát Kunics Zsuzsanna történész muzeológus értékelte és tette kiállíthatóvá, és szeretne a múzeum a jövőben a környékbeli és a gyűjtőterületére tartozó falvak között továbbiakban is ilyen gyűjtőmunkát folytatni, úgyhogy ez a pályázat nagyon jó kiindulás és alkalom volt arra, hogy mi is egy kicsit efelé induljunk el a jövőben, hogy erre is fontos, erre is hangsúlyt fektessen a Turi György Múzeum. Szeretnénk megkérni, ez ugyan a megnyitón nem hangzott el, Magyar Szerdahely közösségét, hogy a jövőre a Turi György Múzeumban is bemutathassuk ezt a kis kamarakiállítást, és innen szeretnénk Magyar Szerdahelyről kiindulva egy sorozatot indítani, ahol a környék falvai, Nagykanizs a környéki délzalai falvak bemutatkozhatnának a Turi György Múzeumban is, és ezzel ők is jól járnának, hiszen összefoglalásra kerülne a falunak a története, összegyűjtésre azok az emlékek, amik még most megvannak, és mi kanizsaiak is megismerhetnénk a környékbeli falvak történetét, ahová gyakorlatilag azért megyünk hegyre, ide-oda járunk, akkor ismerjük a falut, de és a környékbeli falvakat, de a történetével keveset foglalkozunk.